Sziasztok! Ugyan már beköszöntött az ősz, aminek én nagyon-nagyon örülök, viszont semmiféleképpen sem szerettem volna elfeledkezni a nyári kedvencekről, mert összegyűlt ebben az évszakban egy pár olyan termék, amit nagyon szívesen megmutatnék nektek. Ezt a videót már nem is tudom, hanyadjára veszem fel, vagy hát hanyadik próbálkozásom ez. Mindig közben jött valami, hogyha esetleg az utcáról hallatok beszűrődve valamilyen gyerekjáték zajokat, akkor igen, szerintem valakik játszanak itt, ugye vannak ilyen kis kertek, hétvégi kertek, vagy nem is tudom, minek nevezzem őket, és a jó időt kihasználva itt vannak az emberek, a gyerekekkel, úgyhogy zajlik az élet. Sminkterméket nem hoztam ide, ennek pedig az az egyszerű oka, hogy ugyan sminkeltem nyáron, viszont nem használtam semmi újdonságot, nincsen olyan új felfedezésem, amit meg tudnék veletek osztani, és amit ide hoztam volna, azt meg már ezerszer mutattam, itt Cosmetics Your Skin But Better CC krém, ugye nem is kell már mondanom, szerintem mindenki már kívülről fújja, ezt pedig most így fölöslegesnek tartottam 101-re is megmutatni. Arcápolás kategóriában viszont itt van 3 darab termék, és itt van először is 2 darab a Drunk Elephant márkától, csak kinyögöm végre. Méghozzá ezt már többször említettem nektek, hogy nálam a sminklemosás mindig 2 lépésben zajlik. Először egy olajosabb állagú lemosóval feloldom úgymond a sminkem nagy részét, és ezt lemosom magamról, majd a maradékot egy micellás lemosóval távolítom el, és kipróbáltam a Drunk Elephant-tól egy-egy ilyen terméket, és itt is landoltak a kedvenceknél. Méghozzá az egyik, az egy vajas lemosó, mindig olajosat akarok mondani, tulajdonképpen vajas lemosó van neve, be fogom írni a pontos nevét majd az infoboxba, hogyha esetleg érdekelt titeket és rákeresnétek. Amikor kiveszi az ember ezzel a spéci kis mágnessel a tetőmaradó kanálkával, akkor tulajdonképpen tényleg vajas az állaga, viszont mielőtt elkezded ugye eloszlatni a kezeid között, a testhű hatására felolvad, és utána ezt így nagyon-nagyon egyszerűen el lehet oszlatni az arcodon, átdörzsölöd szépen vele az egész arcodat, a szempillákat, stb. És nagyon-nagyon szépen feloldja a sminket, nem távolítja el maradéktalanul, viszont nagyon szeretem benne, hogy kíméletes, nem irritálja a szememet, nem is érzem úgy utána, holott a szemsminkemet is ezzel szoktam lemosni, hogy tudjátok, ilyen homályos az ember látása, mert volt már ilyen olajos vagy vajas állagú lemosókhoz is szerencsém, és amit külön szeretek benne, az az a bőrérzés, amit maga után hagy, mert nem érzem azt, hogy húzódik a bőröm, de azt sem érzem azt, hogy volt olyan olajos lemosóhoz is szerencsém, ami után úgy éreztem, hogy olyan nagyon-nagyon ragacsos maradt a bőröm, hiába próbáltam lemosni. Szerintem tökéletes. Nagyon sokáig, éveken keresztül a Balea olajos lemosóját használtam, és ajánlottam nektek többször is, viszont az utóbbi időben nem kapcsoltam amúgy össze a Balea olajos lemosóval, de megjelentek itt az arcomon ilyen kis puklik. Nem pattanások, viszont mégis ilyen kis sárgás hólyagocskáknak nevezném őket, és a kíváncsiság vezérelt, hogy kipróbáljam ezt a Drunk Elephant-ot, viszont mihelyest abba hagytam a Balea olajos lemosójának a használatát, megszűnt ez a problémám ezekkel a kis puklikkal, úgyhogy arra jutottam így utólag, hogy ettől alakult ki ez a bőrömön, úgyhogy nagyon valószínűnek tartom, hogy ezt fogom majd újra venni. Amúgy tudom, hogy drága termék, viszont szerintem elég kiadós is, mert nagyon kevés elég belőle, és így tényleg sokáig kitart. Aztán, hogyha már említettem nektek, hogy a második lépés az egy micellás lemosó, itt van a Drunk Elephant-tól ez a teljes micellás víz, nem is tudom, hogy ezt így lehet rámondani, mert hogy az állaga egy kicsit sűrűbb, mint az általam eddig használt micellás vizeknek, és nem átlátszó, hanem ilyen fehér, kicsit ilyen tejszerűnek mondanám. Ugye ez is hatékonyan és tökéletesen eltávolítja így a sminknek a maradékát, és amit szintén nagyon szeretek benne, az az, az érzés, amit a használata után érzek a bőrömön. Méghozzá, hogy nem érzem úgy, hogy azonnal be kéne kennem, nem érzem úgy, hogy nem tudom, egy csomószor le kell mosnom, hogy tényleg eltávolítsam ezt az érzetet a bőrömről, mert volt már olyan micellás vízhez is szerencsém, ami után úgy éreztem, hogy ilyen ragacsos maradt az arcom. Egyszerűen tökéletes, nagyon-nagyon szeretem, és igen, ezt is valószínű, hogy újra veszem, még akkor is, hogyha a pénztárcám egy kicsit tiltakozik ez ellen. A harmadik termék
Ezt is többször mutattam már nektek, méghozzá a Mimitika márkától ez a kémiai fényvédő, ami 50-es SPF-fel van ellátva. Nagyon szeretem és nagyon örülök amúgy, hogy kipróbáltam tényleg azt a kis mintát, amit egy rendelés mellé kaptam ebből a termékből, mert úgy érzem, hogy megtaláltam a tökéletes kémiai fényvédőt. Ha nem lenne benne parfüm, akkor lenne az igazi, mert így a rendszeres használat mellett észreveszem magamon, hogy egyre inkább zavar ez az illat. Elég szolíd illatról van amúgy szó, úgyhogy nem olyan, hogy tényleg így nem tudsz tőle szabadulni, és így napközben is érzed magadon. Ez ilyen tapasztalatom nincsen szerencsére, viszont így használat közben egy kicsit zavar ez az illat. De hogyha titeket ez így nem befolyásol, vagy amúgy sem igyekeztek kerülni a parfümöt az arcápolási termékeitekben, akkor mindenféleképpen javaslom. Kémiai fényvédő, amitől az én szemem nem könnyezik, pedig van olyan, amitől szokott. Szerintem próbáljátok ki nyugodtan, nekem nagyon-nagyon bevált. Testápolás kategóriájában itt van tulajdonképpen egy márkától kettő darab termékcsalád, méghozzá a Rituals-ről van szó. Én nagyon-nagyon szeretem a Rituals márkát, és az az igazság, hogy egy... Opa, így közben már a termékekkel játszok az ölemben. Az az igazság, hogy én nagyon sokszor beszoktam menni, vagy hát amikor lehetőségem van rá, akkor szinte mindig bemegyek egy Rituals üzletbe, és mindig legelőször így a limitált termékekhez megyek. Én sem tudom, hogy miért, de valahogy így az vonzott így mindig. És most kettő olyan termékcsaládot zártam a szívembe, amik az állandó szortiment részei. Ez egyrészt ugye nektek is jó, mert így nem kell arra várni, hogy esetleg még kapható ez a termék. Másrészt pedig, nem tudom, tök jó, hogy így felfedeztem őket. Az egyik a Rituals of Karma, aminek az illata... Amúgy ezek tusolóhabok mind a kettő, amit itt az előbb már fogdostam a kezemben, és egy kicsit csöpög is, mert a zuhanyzomból hoztam. Az illata ennek elvileg lótuszvirág és fehér tea, és tényleg nem tudom pontosan leírni, egyszerűen olyan, mint egy tökéletes spának az illata számomra. Engem ez az illat megnyugtat, feltölt, nagyon kellemes, és valamennyire meg is marad így használat után a bőrön, viszont nem túlságosan sokáig. Maga az élmény, a használata, a tusolóhab szerintem kicsit ilyen luxus érzet használni egy ilyen tusoló habot, mert nagyon kellemes és sejmes habot képez, ezt ugye szépen eloszlatod a bőrödön. Nem mondom, hogy létszükséglet, egyáltalán nem. Én is szeretem továbbra is a szappanjaimat is használni, viszont ezekre el szoktam csábulni. A másik termékcsalád pedig a Ritual of Hammam. Ez a Hammam, ez tulajdonképpen egy ilyen fürdő, és ezen az illaton érződik is, hogy ez tényleg egy ilyen fürdős, wellnesses illat. Az előző illattal ellentétben ezt én inkább ilyen unisex illatnak mondanám, ha bár szerintem ezt is nyugodtan használhatja bárki, akinek tetszik. Ez lehet, hogy már talán egy kicsit inkább férfiasabb illat is. Ebben eukaliptusz van, és rozmarin is. Tényleg egy ilyen nagyon frissítő, fűszeres illatról van szó. Egy ismerősömnek köszönhetem amúgy, hogy így felnyitotta a szemem így a Hammam termékcsaládra is, mert hogy ez így nem tudom, az én látókörömbe eddig nem került be, pedig már évek óta elvileg a szortiment része, de nagyon örülök neki, hogy mégiscsak rátaláltam. És nem csak a tusolóhabokat szeretem, hanem a Karma termékcsaládból itt van egy testápoló. Az illata ugye nem kell áradoznom róla, hogy csodálatos az illata. És én nagyon szeretem a Rituals testápolókat, mert úgy érzem, hogy ezek azok a testápolók, amik az eddig általam próbáltak közül a leginkább hidratálnak, és a leginkább hosszú távon hidratálnak. Szóval nem szoktam őket minden nap használni, egy ilyen 2-3 naponta, de úgy érzem, hogy hosszú távon kifejtik a hatásukat. Nem érzem úgy, hogy már másnap, nem tudom, fehér a lábszáram, és hogy tudjátok, ilyen pikkelyesedik, meg pereg le róla a száraz bőr, vagy hogy a könyököm szokott még olyan lenni, hogy érzem, hogy kellemetlen, ahogy súrlódik így a ruha anyaga hozzá, annyira ki van száradva. És ezzel nincsen ilyen problémám, úgyhogy őt is nagyon-nagyon szeretem használni. A másik pedig egy testradír, a Rituals testradírok a kedvenceim, ezt is jó párszor említettem már nektek. Ez a Hammam termékcsaládból van, tuti nem jól állítom amúgy, de nézzétek el. És ez az a fajta testradír, amit én a leginkább szeretek, azaz
erősen radíroz. Ez egy sós testradír, lehet is érezni rajta, hogy tényleg durva szemcséjű só van benne, illetve rozmarin található még benne, ennek pedig abszolút érezni az illetet. Nagyon szeretem használni, mert engem tökéletesen felfrissít, és úgy vettem észre amúgy, nem csak ezt használom testradírként, hanem van egy ilyen peeling kesztyűm is, illetve van egy ilyen kis testkefém is, amit erre szoktam használni, viszont mióta odafigyelek arra, hogy rendszeresen radírozom a testem, úgy gondolom, hogy egy kicsit kevesebb szőrbenövéssel van problémám. Ezt lekopogom, de szerintem ez segített benne. És hogyha már a szőrbenövésről van szó, akkor születésnapomra kaptam egy epilátort az öcsémtől, mert hogy ezt kértem, méghozzá a Braun Silkepilnek a 9-es kiadású epilátorát, amit imádok, komolyan imába foglalom a nevét. Ezelőtt egy relatív olcsó Remington epilátorom volt, és én azt is elhasználgattam, viszont azzal például én a lábszáramat nem tudtam leepilálni, mert nagyon-nagyon fájdalmas volt vele. Így a hónaljam meg a karom ment minden probléma nélkül, nem mondom, hogy kellemes mutatvány volt, de így a lábszáramon nem tudtam használni. És szerettem volna ezt a problémát áthidalni, és bíztam benne, hogy ezzel az epilátorral menni fog, és így is van. A tüskés fejnek köszönhetően, most így úgy se látok belőle semmit, de hogy ennek köszönhetően annyira fájdalommentes az epillálás, hogy azt el se hiszem. Jó, nem mondom, hogy nem érzem sehol, mert itt-ott nem tudom, a térdem környékén azért eléggé lehet érezni, viszont nagyon szeretem használni. Az aksija az nagyjából egy ilyen 30-35 percet bír, ami nálam azt jelenti, hogy ha mindenhol ezt szeretném használni, akkor két részletben kell megoldanom a szőrtelenítést vele. Viszont arra is gondoltam már, hogy beszerzek belőle még egyet, és akkor majd mind a kettő fel lesz töltve, és akkor mind a kettőt így tudom használni egymás után, de oké, ennyire még nem mentek el otthonról. Nem tudom, minden jót el tudok róla mondani. Egyszerű használni, nagyon-nagyon kényelmes számomra, hogy nincsen hozzá, tudjátok, ilyen zsinór, eddig csak ilyen zsinóros epilátorjaim voltak, amit nagyon utáltam, mert vannak olyan pozíciók, amiben tényleg nem praktikus. Van hozzá ugye ilyen világítás is, ami eleinte azt hittem, hogy nem fogom így tulajdonképpen észrevenni a hatását, de ez nem így van, nagyon észre lehet venni bizonyos helyeken és bizonyos fényviszonyok mellett. Mit mondjak még róla? Tényleg nagyon szeretem, hetente egyszer így átmegyek magamon, és minden rendben van, vagy másfél hetente, attól függ, hogy mennyire van kedvem meg időm hozzá, habár azt hozzá kell tennem, hogy lényegesen rövidebb ideig tart az epilálás ezzel a készülékkel, mint az előző epilátorommal. Csak jól tudok róla mondani, tényleg nem is tudom tovább ragozni. A testápoláshoz kapcsolódik a szájhigiénia is, úgyhogy itt van egy fogkrém, méghozzá az Oral-B-től, nem is tudom, hogy mi ennek a konkrét neve, be fogom nektek majd írni az infoboxba, amit nagyon szeretek benne. Egy ilyen kis mintát kaptam postán. Nem is tudom, hogy lehet, hogy a DM küldte, fogalmam nincs, de már akkor, mikor kipróbáltam, akkor úgy voltam vele, hogy végre egy olyan felnőtteknek való fogkrém, aminek szeretem az ízét. Tudom, hogy ez sokak számára lényegtelen, meg hogy sokan inkább nem tudom milyen fehérítős, meg polírozós, meg fene se tudja milyen fogkrémeket választják, ez nem ilyen, ez egy teljesen normális fogkrém, ami elvileg az érzékeny fogakra van specializálva is, hogy a fogint is védi, és hogy elvileg ez egy balzsam, fogkrém balzsam, fogbalzsam. Aki jobban kiismeri magát ebben, javítson ki nyugodtan, hogy ezt hogy kell tulajdonképpen hívni, és azt ígéri, hogy kíméletesen tisztítja a fogakat. Ezt mindet alá is tudom írni, de az íze miatt került be ide a kedvences videóba ez a fogkrém, mert nagyon szeretek vele fogat mosni, mert van egy kicsit ilyen gyerekfogkrémekre emlékeztető rágógumis íze. Igen, igen, végre rájöttem, hogy mit mondjak erről a fogkrémről. Rágógumi íze van, ezért szeretem használni. Ez aztán a felnőttes kedvenc választás. Illetve egész nyáron papucsban és szandában voltam. Ezzel kapcsolatosan is lesz majd kedvencem, mindjárt meg is mutatom. És ennek megfelelően a körmeim is mindig ki voltak lakkozva a lábamon. Sima pirossal, ez nem lesz újdonság, ez nem is tudom hány éve van meg ez az eszi körömlak, aminek a Really Red a neve. Nagyon szeretem használni, egy rétegben elég nekem lábakon. És erre szoktam felvinni az Essence-nek ezt a topperét, ami tudjátok, ilyen pelyhes fedőlak,
És amellett, hogy nagyon-nagyon jól néz ki, főleg amikor rásüt a nap, és tényleg így csillog-villog a lábujjakon, vagy hát a lábujjak körmén, nagyon tartósá is teszi a lakkozás. Biztos vagyok benne, hogy ő az, aki tényleg így heteken keresztül is kitart akár, mert amikor csak ezt a pirosat kentem fel, akkor ő nem volt ennyire jó tartóság szempontjából, de hogyha felkenem rá ezt, akkor csodálatos, tényleg minimum 2 hétig semmi gondom nincs vele, és utána is azért szoktam inkább lemosni, mert hát tudjátok, lenövés. Úgyhogy, hogyha esetleg szeretitek az ilyen, nem tudom, kicsit ilyen kislányos, csillivilli körmöket, akkor szerintem próbáljátok ki nyugodtan. És hogyha már körmöknél tartunk, most ugyan már megint kezd lenőni, majd jövő héten megyek megint Kingához, de iszonyatos nagy nyári kedvencem az, hogy végre megint lehet műkörmöm. Nekem ugye annó Magyarországon volt, utána itt is próbálkoztam ilyen séllakkal, vagy nem is tudom minek hívják. Az előző munkahelyemen ugye nem lehetett, viszont itt most lehet, és ki is élem magam. Imádom, hogy szépnek látom így a kezeimet eltela, illetve oda meg visz vagyok Kingának a munkáiért, szerintem gyönyörű körmöket csinál, nagyon igényes a munkájára, nagyon tartós a munkája, amellett, hogy hihetetlenül szépen néz ki. Úgyhogy, hogyha itt Düsseldorf környékén kerestek esetleg jó körmöst, akkor nagyon jó szívvel ajánlom nektek Kingát, az ő elérhetőségét is megtaláljátok az infoboxban. A nyári kedvencem lett az is, hogy elkezdtem edzőterembe járni rendszeresen, és nem is tudom, hogy ezt kell-e így külön részleteznem, mert egyszerűen semmilyen különösebb indítatásom vagy célom nem volt azzal, hogy elkezdtem sportolni, csak szerettem volna egy kicsit fittebbnek érezni magam. Ez sikerült is, és nagyon jó érzés eljárni, nagyon jó érzés utána, amikor elhagyom az edzőtermet, hogy igen, jól vagyok, tettem magamért, és érzem magamon is így a változást. És hogyha már itt tartunk a sport berkeim belül, akkor van itt egy étrendkiegészítőnek hívják ezt, fogalmam nincs. Ez egy BCAA por, amit a limonádéban kérdeztelek meg titeket, mert a második edzéstervemet, amikor megkaptam, akkor iszonyatosan fájtak utána így. Így nagyjából mindenem fájt utána, szóval nagyon izomlázom volt. És így kérdeztelek titeket, hogy mit tudtok erre így ajánlani, és ajánlottatok is egy pár dolgot, többek között a legtöbben ezt a port írtátok, és úgy voltam, hogy oké, Amazonról rendelek egyet, megnézem, hogy milyen. Ennek amúgy ilyen barackos jegestéja íze van, ez egy vegán por, az íze abszolút kellemes, van egy ilyen kicsit fura mellék íze, viszont számomra ez nem teszi kellemetlenni, vagy élvezhetetlenni ennek a terméknek az elfogyasztását. Ugye vízzel szoktam elkeverni, és így én ezt edzés közben szoktam meginni, mert elvileg úgy a leghatékonyabb. És azt kell mondanom, hogy azóta tényleg nem volt egyetlen egyszer sem izomlázam, úgyhogy valamit tudhat ez a por. Aztán, amit szintén ajánlottatok az izomláz ellen, illetve én is szoktam időnként, hogy hát elvileg rendszeresen, de aztán vannak időszakok, amikor elfelejtem magnéziumot szedni. Viszont írta valaki nekem, hogy ne a sima magnéziumot szedjem, mert hogy abban olyan formában van a magnézium, aminek nagyon kis százaléka tud felhasználódni a szervezetben, hanem magnéziumcitrátot vegyek. Ezt meg is tettem, lehet venni amúgy a DM-ben ilyen port, amit vízzel kell felönteni, ezt a Rossmannban vettem, ezt az Alta Pharma névre hallgató magnéziumcitrát port, amiben van amúgy L-karnitin is, bár fogalmam nincs, hogy ennek bármi jelentősége is lenne, mindegy, csak a magnéziumcitrát miatt vettem meg, és ez pedig ilyen kis tasakokban van, amit így akármikor napközben így a szádba tudsz öntögetni, úgyhogy ennek a fogyasztása számomra egyszerűbb, van is belőle egy jó pár a táskámban, és amióta tényleg rendszeresen odafigyelek erre, nem ébredek arra, hogy görcsöl például a vádlim, nem görcsöl be semmilyen más izmom sem, illetve nekem előszokott fordulni olyan is, vagy hát előfordult olyan is, hogy elkezdett így tikkelni a szemem, vagy tudjátok így remegni, elvileg az is lehet így a magnézium hiány egyik tünete, és mióta tényleg odafigyelek a napi fogyasztására ennek a terméknek, azóta ezzel sincsen problémám. Úgyhogy hallgattam rátok, és köszönöm szépen az ajánlásaitokat, mert mind a kettő nagyon-nagyon bevált. Lehet, hogy ez egy kicsit ellentétes az edzéssel, viszont szerintem senkinek nem kell megvonnia magától semmiféle élvezetet. Itt van egy jégkrém kedvencem. Ugye az előző ilyen kedvences tavaszi kedvenceknél valamilyen magnumot mutattam nektek,
Igen, azt a gold karamellás magnumot, amit azóta is nagyon szeretek. Viszont az öcsém vette ezt a Nui márkától, nem tudom, hogy ez otthon kapható-e, remélem, hogy igen. Ez egy kókuszos, mangós jégkrém. És ez a külső roppanós réteg, az a kókuszos, nagyon-nagyon finom, belülről pedig mangós, de tényleg olyan, mintha egy érett mangót lepürésítenél, és betennéd a fagyasztóba, és azt ennéd. Nagyon-nagyon-nagyon finom. Ha szeretitek a gyümölcsös jégkrémeket, akkor szerintem érdemes kipróbálni. Aztán, ez nagyjából még így a sport kategórián belül van, de már így átevezünk vele így a divat kategóriához is, mert van egy kedvenc sport leggingsem, amit nem fogok most itt nektek megmutatni, mert ez egy fekete leggings az Adidas márkától, viszont az infoboxba be fogom majd írni a pontos fajtáját, a pontos nevét, és amit nagyon szeretek benne az az, hogy egyszerűen úgy érzem, hogy egy kicsit összetart. Nincsen semmilyen push-up, vagy nem is tudom, ilyen alakformáló hatása, mégis azt érzem, hogy egy kicsit úgy összetartna, nem tudom ezt jobban körülírni, illetve felér majdhogy nem így a mellem alá, ezért nincs ilyen gondom azzal, hogy nem tudom, vannak olyan gyakorlatok, amiket bizonyos gépeken végzek, amikor felhúzódik a pólom, vagy bármi ilyesmi, mégsem érzem magam zavarban, hogy többet látni belőlem, mint amennyit szerettem volna, hogy bárki is lásson belőlem, úgyhogy nagyon szeretem használni, emellett egy nagyon szellőzős darab, úgyhogy edzős közben is ugye izzadni szoktam nagyon durván, és nem érzem úgy, hogy megsülök benne. A másik az egy edzős cipő, ami egy nagyon egyszerű cipő, mert hogy ez relatív olcsó Puma edzős cipő, ennek is a pontos fajtáját be fogom írni az infoboxba. Itt az elején elkezdett már egy kicsit koszorodni, nem tudom, lehet, hogy majd megpróbálom betenni mosógépbe, mert például amikor én mindig biciklivel szoktam elkezdeni az edzés programomat, és amikor beteszem így a lábamat, tudjátok, itt van felülről is egy ilyen pántja, és az valahogy meg szokta fogni, pedig amúgy imádom a színét, jó lenne, hogyha ez majd így eltűnne belőle. Nagyon kényelmes, tök jól tartja a lábamat, a talpa is nagyon kényelmes. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz ez a cipő, mert nekem volt, aki azt mondta, aki elvileg így kiismeri magát így az edzéssel kapcsolatos dolgokban, hogy az igazán jó edzőcipő, az nem is tudom, 100-120-150 eurónál kezdődik, és azok az igazán jó edzőcipők. Hát ez, nem is tudom, azt hiszem, hogy 50 vagy 60 euróért vettem leértékelve, és tökéletes, legalábbis számomra, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy megtaláltam Zalandon. És el is értünk a fashion kategória egyetlen egy résztvevőihez, ami nem más, mint egy Birkenstock papucs, amiben tökéletesen lehet látni a lábujjaim és a talpam lenyomatát. Igen, ezért nem is mutogatom tovább, viszont én tavasztól őszig csak ilyenekben vagyok hajlandó járni, mert számomra ezek a legkényelmesebbek. Elég problémás a lábam, viszont ezekben nagyon sokat tudok gyalogolni, úgyhogy nem fáj. Nem tudom, imádom őket, szerintem jól is néznek ki, tudom, hogy sokan nem szeretik, ahogy kinéznek a Birkenstock papucsok. Szerintem tök jól lehet őket kombinálni, nem tudom, az én ruhatárammal legalábbis. Azért ezt a fehéret mutattam meg nektek az előbb, mert ez így tulajdonképpen az új erre az évre, de van azt hiszem, hogy 4 pár Birkenstock papucsom, amiket így folyamatosan szoktam használni. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon szeretem őket, és nekem nagyon megkönnyítik a tavasztól őszig tartó gyaloglást, mert olyan, mintha, nem is tudom, mintha, az nem igaz, hogy olyan, mintha felhő járnék, mert ugye az nem fedné a valóságot, de nagyon kímélik a lábamat. Aztán itt van még egy kis életmentő készülék számomra, ami nem hiányozhat a nyári kedvencekből, méghozzá egy ilyen kis elemmel működő kézi ventilátor, ami nem tudom, főleg így a buszon tett számomra nagy szolgálatot, mert nem tudom, egyszerűen förtelmes, ahogy a buszok kinéznek, vagy hát ami a buszokon uralkodik így nyaranta. Nincsen levegő, elvileg nem lehet ablakot kinyitni, mert megy a klíma, de abból meg nem érzel semmit, és büdös van, és megfulladsz, és van vagy 50 fok a buszon, még akkor is, hogy a kint nincsen csak 25. Szóval tényleg nem egyszer mentette meg az életemet, a sminkemet, a hajamat, szóval nagyon-nagyon szeretem ezt amúgy. Valamilyen lakberendezési üzletben vettem 2 éve, azt hiszem, de nem vagyok benne biztos.
Az egyetlen problémám vele, hogy nem tudom szétszedni, mert néha jó lenne megtakarítani, mert hát ráül a por, viszont beszoktam nyúlni ilyen kis fültisztító pálcikával, és úgy szoktam így arra rágyűjteni a port, már amennyit tudok belőle. Illetve tök jó lenne, hogyha találnék egy olyan darabot, ami nem elemmel működik, hogy egy kicsit talán környezettudatosabb lenne, hanem lehetne tölteni az aksiját, hogyha esetleg erre van valami tippetek, hogy hol nézzek ilyesmi után, akkor írjátok meg nekem nyugodtan. De addig is használom ezt, mert jó szolgálatot tesz. Az Aurora Candle-től kaptam illatviaszokat, és én eddig nem igazán voltam így az illatviaszokért oda, vagy hát így nem igazán volt tapasztalatom velük, viszont kipróbáltam őket, kaptam amúgy tőlük egy tök szép ilyen kis fehér párologtatót is, ami most pont a nappaliban van, és nem fogom idehozni, de biztos láttátok már, mert szokott így a videók hátterében feltűnni, vagy nem tudom, Instán is mutattam már szerintem. És azt hiszem, hogy minden egyes illatviasz, amit ide hoztam most magammal, mert annyira kedvencemmé vált, hogy meg szeretném mutatni nektek, mindegyik ilyen nyári kollekció része. És tudom, hogy most már megyünk az őszbe, és most már liláik is kijöttek így az őszi illatokkal. Viszont elmondom, az egyik az a Karibi Party, aminek tényleg egy ilyen gyümölcsös, frissítő, koktélos illata van. Tök jó, mert még mindig lehet érezni a dobozokon az illatot, úgyhogy... Nagyon kellemes. Van benne valami kis enyhe púderesség is, viszont nagyon jól kijön ezzel a gyümölcsös frissességgel. Aztán a másik a lime, bazsalikom és mandarin illat, ami szerintem, hogyha így most így odafigyeltetek arra, hogy mi van benne, lime, bazsalikom és mandarin, nagyon-nagyon frissítő, nagyon citrusos, nagyon, nem is tudom, olyan... Mint amikor ott van előtted egy limonádé, amiben látod a bazsalikom leveleket, amiben látod, hogy van benne lime karika, és így pezseg, és isteni finom. Illetve a frissítő citromfagyi, ami vajon milyen illata lehet? Nagyon kellemes citromos. És nem az édes, cukros citromos, hanem inkább az a... Amikor frissen felvágod a citromot, és így érzed a citromlének az illatát, és a citrom héjának is az illatát, van benne egy nagyon pici kis kesernyésség, viszont ebbe is vegyül amúgy valami kis kellemes púderesség a végén. Isteni, próbáljátok ki nyugodtan. Nagyon jó szívvel ajánlom ezeket az illatviaszokat is, mint ahogy Lilláéknál a gyertyákat is. Imádom az Aurora Candle-t tényleg. Mert nagyon-nagyon tartós az illatuk, és nagyon hamar be is töltik a teret, és nem csak egy ilyen kis szobát, hanem konkrétan nálunk az egész lakás ezután szokott illatozni, hogyha meggyújtom. Úgyhogy imádom őket, és köszönöm szépen Lilláéknak. Elértünk az utolsó kategóriához, ami nem más, mint a szórakozás, és itt van a könyves kedvencem. Ház az égszínkék tengernél. Majdnem azt mondtam, hogy tó felett, de... Nem tudok megjegyezni se címeket, se semmi ilyesmit. Nem is tudom, hogy Twitteren vagy, hogy Instán kaptam privát üzenetben ezt az ajánlást. Mindegy. Nagyon örülök neki, és köszönöm szépen, mert az én szívemet megmelengette ez a történet. Egy olyan világban játszódik, ahol vannak különleges gyerekek, különleges képességekkel, és ez a ház az égszínkék tengernél, ez tulajdonképpen egy olyan ház, ahol egy nevelővel laknak elárvult gyerekek. És egy nagyon csodálatos történet, nem tudom, hogy mennyit mondjak így ezzel kapcsolatosan. Egy gyerekfelügyelő érkezik erre a szigetre, mert szeretné, így a főnökségtől megkapja azt az utasítást, hogy vizsgálja ki, hogy minden rendben zajlik ezen a szigeten. És egy hónapot tölt el itt, ezt az egy hónapot követhetjük nyomon, hogy hogyan ismeri meg a gyerekeket, hogyan ismeri meg a nevelőjüket, hogyan nyílik ki ő is így a saját világából kilépve. Szerintem nagyon csodálatos történet, és amúgy ez egy LMBTQ történet is egyben, úgyhogy olvassátok, vegyétek és olvassátok. Aztán voltunk moziban, és megnéztük a Quiet Place második részét. Nekem nagyon tetszett, úgyhogy ez most így a kedvenc nyári filmem. Szerintem tök jó, hogy így egy kicsit megismertük az előzmény történeteket is, mert az első részben egy kicsit hiányoltam én is, hogy izgalmas volt az első rész is, viszont szívesen bepillantást nyertem volna már akkor abban, hogy tulajdonképpen hogy történt ez az egész. És így a második rész most megadta egy-két kérdésemre a választ.
Most is nagyon izgalmas és cselekményes volt a film, annak ellenére, hogy keveset beszéltek benne, szerintem nagyon-nagyon jól működik ez a színészek játékával, tényleg az, hogy én legalábbis izgultam közben, meg ugráltam is a moziban közben, mert tudjátok, így ültem benne. Úgyhogy szerintem nézzétek meg nyugodtan, hogyha szeretitek az ilyen, minek lehet ezt nevezni, fantasy, horrornak semmiképpen sem, de hogy azért mégis vannak benne ijesztős részek. És van egy kedvenc sorozatom is, amit anno, nem is tudom, tizenakárhány évvel ezelőtt kezdtem el nézni, és sosem néztem úgy, hogy az elejétől a végéig, hanem mindig, amikor a tévében ment, akkor mindig néztük, ez pedig nem más, mint a Scraps, ami otthon azt hiszem, hogy a Doklik néven futott. Nagyon szeretem ennek a sorozatnak a humorát, nagyon szeretem azt a képzeletbeli világot, amiben JD folyamatosan elmerül, és nagyon szeretem azt, hogy amellett, hogy olyan karaktereket vonultat fel ez a sorozat, akik nagyon speciálisak, én amúgy imádom őket, tényleg egytől egyig, viszont nem a legjobb emberi tulajdonságokkal vannak felruházva, hogy hát igen, azért elég nehéz karakterek is vannak ebben a sorozatban, például Dr. Cox, de imádom a humorát, és imádom azt, hogy mégis emberi oldalt is mutat be, és imádom azt, hogy fontos dolgokról is beszél, úgyhogy nézzétek meg ezt a sorozatot is nyugodtan. Ha tudtak valami hasonlót ajánlani, akkor azt is írjátok meg nekem, mert most amúgy is keresek egy új sorozatot, még a Jó barátokat nem akarom elkezdeni, annyira még nincs őszi és az időim, azt valahogy mindig ősszel szoktam újra elkezdeni, de keresek most valami jó kis sorozatot, ami esetleg Amazonon vagy Netflixen megy, szóval írhatok nyugodtan sorozatajánlókat nekem. Egy kicsit már megolvadt, úgyhogy így már nem szabad visszatenni a fagyasztóba. Isteni finom. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek, írjátok meg nyugodtan a ti nyári kedvenceiteket, találkozunk legközelebb, addig is tegyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!